Sziasztok, üdvözlök minden profitfaktorost az év utolsó videójában. Kezdhettem volna egy pesgőbontással, kezdhettem volna mindenféle ilyen szilveszteri hangulattal meg konfettivel. Tudjátok, hogy nagyon vidám srác vagyok, de úgy döntöttem, hogy ezt inkább meghagyom egy ilyen tiszta clean videónak. Nem lesz semmiféle token, nem lesz semmiféle ajánlat, nem lesz semmiféle olyan dolog, ami szokott lenni, még sorsolás sem. Viszont az SST sorsolással kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a következő videóban nem 50, hanem 100 SST-t fogunk kisorsolni, és 50-et az előző videó kommentjei alól, másik 50-et pedig ennek a videónak a kommentjei alól és ezzel le is zárnék mindenféle ilyen üzlettel kapcsolatos megnyilvánulást, úgy értve üzletet, hogy ugye tudjátok, hogy ez továbbra sem pénzügyi tanácsadás, mindenkinek el kell végezni a saját kis kutatását, és saját magának kell döntenie arról, hogy milyen pénzügyi szakembereket kérdez meg a saját befektetéseivel kapcsolatban. Én itt mondom a magamét, és mindenki azt hisz, amit akar, és ez ezen, nem ezen is fog változni. Viszont sok minden más változni fog 2022-ben. Ahhoz, hogy lássuk, hogy mik azok a fontos dolgok, amin változtatnunk kell, először is számot kell vetnünk, hogy mi történt az előző évben, mi az, amit talán nem jól csináltunk, vagy nem elég jól csináltunk, vagy, vagy esetleg valamilyen irányváltásra van-e szükség az életünkben. Ezt mindenkinek magának át kell gondolnia, mindenkinek más az életszituációja, és uh, egy kicsit talán még, uh, ha, ha ki, ki, ki uh, tűztük az új uh, útirányt, vagy, uh, vagy akár csak megegyezünk abban, hogy folytatjuk a régit, akkor uh, azért azt el kell mondanom, hogy uh, én is elvégeztem a saját kis uh, uh, Összegzésemet a, a csatorna munkájával kapcsolatban, és arra az elhatározásra jutottam, hogy kicsit szervezettebben, kicsit ö, többet, és ö, kicsit még önzetlenebbül próbálok a csaktagoknak videókban adni 2022-ben, mint ahogy azt 2021-ben tettem, bár meg kell mondanom, hogy nem az számít, hogy ki, hogy önti ki a különböző token. Ö, felfedezéseit ezeken a csatornákon, hanem akár havi egy jó projekt ismertetés is meghozhatja azt a nézőknek, hogy, hogy nagyon komoly fejlődésen tudnak átmenni azáltal, hogy ezeket a tagsági videókat nézik. Ugye volt egy-két olyan dolog, amit említettem, és nagyon jók lettek, nagyon jók, jót mentek ezek a projektek, és lett olyan is, ami még várat magára, meg sajnos lett egy-kettő olyan is, ami meg nem ö, úgy jött össze, ahogy. Viszont nézve azokat a külföldi youtubereket, akik minden egyes videójukba felfedezik az öt legkirályabb altcoint, hát, hogy is mondjam csak, tehát én nem szeretnék beállni ebbe a sorba jó megnézem, mik azok a projektek, amik, amikbe be, beleteszem a zsebemet, vagy amiket a zsebembe beteszek, és ezáltal ti is talán átgondoltabb projektekről hallhattok ezen a csatornán, mint máshol. Egyébként 2022-ben tervezem a, a Pulse chain kapcsolatos videóknak a, a ismertetőknek a megtárgyalását. Ezt sokan úgy ismerik, mint a világ eddigi legnagyobb kripto-airdropja. Erről, erről a projektről részletesen fogok a Csaktaókban videókban számot adni januártól, tehát lesz egy ilyen sorozat, gyakorlatilag ahol ezeket a ködös pontokat megtárgyaljuk, és... De, de amit, amit a mai videóval szeretnék üzenni, az nem, nem ezekről a dolgokról szól, nem, nem is annyira a kriptóról. Természetesen köze van a kriptóhoz is, hiszen a te életednek is, a ti életeteknek is köze van a kriptóhoz, azért, azért vagytok itt, mert, mert erre terelt benneteket az élet. De mit gondolok az újévi fogadalmakról? Ez egy nagyon, nagyon mély kérdés nálam főként azért is, mert abszolút, tehát mindkét szó az újévi és a fogadalom, ezek is, ez mind a kettő felvet bennem külön kérdéseket. Ugye véleményem szerint eleve nem új évkor kell fogadalmakat tenni, ha egyáltalán kell fogadalmakat tenni, hanem akkor, amikor az emberben a legerősebb a, a hirtelen felismerés. Ugyanis Nekem az a véleményem, hogy ha már egy dátumhoz kötöd azt a fogadalmat, hogy majd ekkor, meg majd akkor, az már egyfajta halogatás, úgy mond az ember megpróbál felkészülni, megerősödni, felszívni magát majd egy jövőbeni dátumra. És talán itt jön képbe az, hogy miért nem szeretem a fogadalmakat, mert Ettől ez már egy fogadalom már válik, hogy kitűzöl a jövőben egy pontot, amikor tol valamit, majd máshogy akarsz csinálni. Véleményem szerint a felismerés ereje az a pont, ahol a legerősebb a, az, a, az a belső késztetés, hogy valamit másként csináljunk, mint odáig. És ezért nem fogadalmakat kell tenni, hanem meg kell tenni az első lépéseket, ahogy Brian Tracy mondaná, ott, ahol vagy, azzal, amit van, azt, amit tudsz. És a dramatizálás az nem egy jó dolog, hogyha az ember változtatni akar a saját szokásain. Sokkal inkább a bagatelizálás az, ami felé szerintem tendálni kell, mert ha véleményünk szerint könnyebb megcsinálni valamit, akkor azt könnyebben végre fogjuk tudni hajtani, már csak azért is, mert előbb, előbb Érezzük úgy, hogy na, érdemes egyáltalán megtenni az első lépést. Ugyanis a, a, nem akarom itt ilyen mindenféle mondásokat telerakni ezt a videót, de valóban igaz az, hogy a leghosszabb lépcső is az első lépcső fokkal kezdődik. És nem feltétlenül kell látnunk a, a lépcső tetejét ahhoz, hogy tudjunk felfele haladni azon a lépcsőn, elég, hogyha két-három lépéssel előre látunk. Nagyon sokakat akadályoz meg a a tökéletességre való törekvés, és, és nagyon sokakat akadályoz meg az, hogy elvárásból próbálnak meg cselekedni, nem pedig a belső érzéseik alapján. A, az elvárás ebbe az időszakba egyébként, ebbe a vírusos időszakban nagyon nagy a társadalmi elvárás, és egyébként ké, többfelé szakítja az embereket mindenféle vélemények alapján, és és felesleges, felesleges emberi kapcsolat romboló szerintem egyáltalán beszélgetni arról, hogy kinek mi a vélemény egy adott dologgal kapcsolatban eb ezen a téma körön belül, ezen a pandémiai körön belül. Úgyhogy én ezt most nem is teszem meg, viszont sokkal inkább szeretnék beszélni az igazi indokokról, ami a felismeréshez vezet. Mert véleményem szerint, hogyha van egy irigység az emberbe, vagy túl súlyos, vagy dohányzik, vagy alkoholt, vagy más drogot fogyaszt. Egyébként az alkohol az egy külön érdekes téma szilveszter előtt, nem biztos, hogy a legjobb téma, de elvégeztem Angliában egy alkohol autorizációhoz és árusításhoz szükséges tanfolyamot, van egy igazolványom, ezzel kapcsolatban, és ott hallottam életemben először, hogy egyébként az alkohol a legerősebb drog, mert mint mondjuk a kokain, vagy a heroin, vagy más hasonló, borzasztó, tudatmódosító szerek pszichológiailag hatnak a legjobban ránk, és a testünk ezáltal szenvedi el azokat az elvonási tüneteket, amiket akkor érzünk, hogyha ezekről le kell mondjunk, vagy le akarunk mondani, addig az alkoholnál egy bizonyos fokú alkoholfogyasztás, tehát most itt ilyen több liter, meg, meg ilyen nagyon komoly tömény alkoholoknak az állandó fogyasztásáról beszélek, hogyha ezt egy húzamosabb ideig csináljuk, akkor egyébként, hogy egyik napról a másikra megvonják az alkoholt tőlünk, akkor a szervezet feladja a harcot és meghal. Tehát fizikailag hat az alkohol a szervezetre, úgyhogy nagyon kell vigyázni ezzel a dologgal. Na, de nem akarok egyik ilyen betegségbe, vagy szenvedélybe, vagy szokásba se belemenni bővebben, de van itt még azért a szerencsejátéktól elkezdve a szerelmi kapcsolatok, az érzelmi függőség, vagy a megfelelési kényszer, amiről már az előbb beszéltem, társadalmi elvárások, vagy az, hogy valaki benn van az, hogy már nagyon szeretne vállalkozni, de a különböző dogmák miatt fél feladni mondjuk a biztos, a bizonytalan ér, vagy eszébe se jut éppen emiatt az elvárás miatt, hogy mondjuk el lehet kezdeni anélkül, hogy feladná az ember a biztosat a bizonytalan ér. Szóval, hogy ezek a, ezek a változások, ezek, ezek a szükséges változások, amikkel át kell mennünk, ezek drámaiak-e? Ez egy fontos kérdés. Mert nagyon sokszor érzelmi alapon, úgy gondoljuk, hogy ezek, ezek drámai változások, amiken nekünk át kell menni ahhoz, hogy sokkal jobb életünk legyen. És nekem az a véleményem, és ezt saját tapasztalati példák alapján is mondom, hogy sokszor nagyon kis lépéseknek a megtétele is, hatalmas pozitív változást tud hozni az életünkben. Az online térben nagyon komoly az a gyűlöletkeltés, az utálkozás, és vírusszerűen terjednek azok a posztok, kommentek, megosztások, ahol a gyűlölet vagy a trollkodás az alapja valaminek, és ez például nagyon érdekes, hogy miért vagyunk ezekre fogékonyak. Ugye az igazi ok miatt vagyunk ezekre fogékonyak, a belső érzelemvilágunk nincs a helyén. És ugye nagyon nehéz ezt megítélni belülről, hiszen az ember a saját gondolatai által tudja megítélni a saját érzelmi állapotát. Ugyanakkor, a, ha, ha egy apró kis lépést teszünk abba az irányba, hogy hogy mondjuk mik azok a dolgok, amiket nem vagyunk hajlandóak mondjuk elolvasni, vagy megnézni, akkor ezek, ezek az apró lépések sokkal többet tudnak változtatni az ember életén, hogyha ettől a negatív dologtól eltávolodik, mint az, hogy teszel egy újévi fogadalmat. Ugye oka van annak, hogy az újévi fogadalmak nem működnek hosszú távon tisztelet a kivételnek természetesen. Egyébként amikor működik egy új évi az valószínűleg azért van, mert a felismerésnek a gondolata és a felismerésnek az ereje, nagyon közel áll időben ehhez az újévi fogadalomtételnek a pontjához, és gyakorlatilag itt nem is újévi fogadalmat tesz az illető, hanem meghozza a döntést, amit egyébként meg lehet hozni augusztus 19-én este fél kilenckor, is, nem kell hozzá január 1-e 0 óra 0 percre várni. Ö, aztán, igen, az első lépcsőfokról beszéltem, a a saját példám, ami talán inspiráló lehet. Van egy másik ö, ö, csatornám, ahol ö, tettem föl a dohányzással kapcsolatban egy, ö, egy meditatív tartalmat, ami segít embereknek meg, meg, meg ö, élni ezt a felismerést, hogy ö, hogy mi ez a dohányzás körüli ö, szenvedélybetegség és azt tudni kell, hogy én 13 éves koromtól 26 éves koromig. Tehát, hogyha 26 éves koromat nézzük, akkor életem felében erős lánc dohányos voltam. Ennek hála Isten már több évtizede, és egyik pillanatról a másikra tudtam magam mögött hagyni ezt a szenvedélybetegséget akkoriban, 26 éves koromban tudtam meg azt a hírt, azt a kiváltó okot, ami ebben segített, hogy a feleségem, akkori párom, aki ma is a párom, csak akkor még nem volt jogilag a feleségem, bejelentette, hogy babát várunk. És ez nagyon nagy hatással volt rám, mert tudtam, hogy a gyerekek első három-öt évükben programozódnak akkor másolnak mindent mindenféle előfeltétel nélkül, mindenféle feltételezés vagy ítélkezés nélkül, és a két legfontosabb ö, ember, aki olyankor a legközelebb áll hozzájuk, az apjuk és az anyjuk, és amit ők csinálnak, az programozódik beléjük. És ö, akkor én ezzel már tisztában voltam, ö, mint ahogy azzal is, hogy zavar engem az, hogy én ö, Láncdohányos vagyok. Volt egy időszak, amikor élveztem, imádtam cigarettázni, imádtam szivarozni, imádtam pipát tömni, imádtam minden dohányzással kapcsolatos cselekményt, imádtam a szociális hálót, ami akkor fogadott, amikor ezekre a cigarettaszünetekre az ember kiment, vagy a munkahelyéről, vagy egy társadalmi eseményről. Viszont ez átfordult egyfajta olyan irányba, hogy elkezdtem érezni a, a szagát, elkezdtem a gyomromban érezni, elkezdtem nagyon erősen, rendszeresen reggelente köhögni. Ismeritek, akik dohányoztok, hogy ez milyen hatással van, viszont semmi okom nem volt arra. Tehát, in, bocsánat, indoka, tehát indokaim lettek volna, okom lett volna rá, hogy leszokjak a dohányzásról, de az az igazi felismerés az a az, az a az a belső aha pillanat az akkor jött meg, amikor a tudatosság bennem a gyereknevelés felé összeért ezekkel a nem akarom érzésekkel és egészen odáig próbálkoztam többször leszokni a dohányzásról, és mindenféle eszközöket bevetettem, és általában egy vagy két hónap után örömmel gyújtottam rá újra, és élveztem, mint a, mint a ma született bárány, hogy, hogy úristen, mintha elő, először gyújtottam volna rá, és fantasztikus volt, és még jobb volt, mint mikor le akartam szokni róla. Viszont abban a pillanatban, amikor ez a felismerés megtörtént, akkor én nem akartam leszokni a dohányzásról, vagy nem egyszerűen csak le akartam szokni a dohányzásról, hanem én akkor egy nem dohányzó emberré váltam uh, itt belül. És ez egy hatalmas különbség. Amikor valaki nem dohányzó emberré válik, vagy, vagy mások örömének örülni tudó emberré válik, vagy gondolatban a helyes test súlyjal rendelkező egészséges testű emberré válik, vagy fejben ö, ö, bármilyen hasonló ö, ö, rossz vagy számára negatív dologról le akar szokni, és annak az ellenkezőjével kapcsolatos identitással tudja saját magát azonosítani, akkor történik meg az, hogy hogy ez a felismerés, ennek a felismerésnek elegendő ereje lesz ahhoz, hogy fel tudjunk venni egy új szokást, hogy fel tudjunk venni egy új életformát, és ezáltal új, addig nem várt pozitív eredményeket tudjunk elérni azon a területen, ami aztán az életünk többi területére is kihatással lesz. Ennek az erejéről egyébként egy, egy hatalmas tanúbizonyság nekem az, hogy 26 éves korom óta, ami azért már elég régen volt, többször előfordult az életemben, hogy, hogy egy adott szituációban vagy helyzetben abszolút önuralom mellett, és mégis teljes kikapcsolódással időnként két-három-négy évente el tudtam például egy ajándékba kapott szivart szívni, anélkül, hogy másnap rágyújtottam volna. És talán nem olyan sokszor, de talán háromszor négyszer vagy ötször meg ö, előfordult már 26 éves korom óta, most vagyok 43, tehát majdnem 20 év alatt, amikor ö, tudtam úgy hódolni annak az élvezetnek, hogy nem vált szokásá, nem váltam a rabjává, és ezáltal ö, ö, úgy érzem, hogy kiteljesedett az életem egy új ö, erőforrással, egy új tulajdonsággal, ami. Ö, ami, szám, ami saját magam számára szebbé jobbá, nagyobbá tett, mint amilyen előtte voltam, ezáltal kihatással volt más cselekedetemre is, amikor hasonló erő próba előtt álltam, és hasonló erőre volt szükségem ahhoz, hogy, hogy meglépjek valamit, amiről tudtam, hogy nagyon nehéz meglépni, de ha meg fogom tudni lépni, és ha sikerrel járok, akkor egy sokkal jobb élet vár rám, mint előtte. Ilyen volt egyébként a vállalkozóvá válás, ilyen volt a, a szakmai fejlődésemben nagyon sok csomópont, ilyen volt az a képesség, hogy összetudjak fonni bizonyos egymástól függetlennek látszó történést vagy cselekményt, és ezáltal kialakuljon egy kép bennem egy adott projektről például vagy bármilyen dologról az életben, tehát nagyon jó a képességeim vannak arra, hogy mindenféle összesküvés elmélet nélkül tudjak összefűzni úgy eseményeket, cselekedeteket, hogy azok egy tiszta képet alkossanak arról, hogy mi is történik ott valójában. Úgyhogy hát nem akarom túl hosszúra nyújtani ezt a videót, igazából az maradt még hátra, hogy azokat a felismeréseket, azokat a pozitív lépéseket, döntéseket, lépcsőfokokat, amiket meg tudtam lépni az életben, azokat egyrészt megköszönjem nektek is, ugyanis az elmúlt egy évben, 2021-ben rengeteget köszönhetek nektek, és nem anyagilag értem, hanem erkölcsileg támogatásban a kommentjeiteken keresztül, a rengeteg ember, aki megkeresett személyesen, a rengeteg ember, aki, aki vette a fáradtságot, és, és felhívott, hogy megossza velem a gondolatait, hogy együtt tudjunk gondolkodni, hogy együtt ö, többre jussunk, mint külön-külön jutnánk. Ugye van a híres mondás, hogy kétszer-kettő, néha öt. Ö, nagyon, Tehát többen kerestetek meg idén különböző ötletekkel, ajánlatokkal... Ö, együttműködési kezdeményezésekkel, és a jövő évben igyekszem ezeknek megfelelni, és kérlek benneteket, hogyha van, akinél mondjuk erre igent mondtam, de még nem, nem ért el odáig a dolog, hogy meg is tegyük az első lépést, akkor szóljatok rám, és tegyük meg az első lépést ezzel kapcsolatban 2022-ben, hogyha neked ehhez pedig nem kell semmi olyan külső segítség, viszont neked is vannak olyan lépések, olyan lépcsőfokok, olyan felismerések, amivel kapcsolatban lépned kell 2022-ben, akkor, akkor azt kívánom neked, hogy ehhez legyen elég erőd, jöjjön meg a megfelelő felismerésehez, és azt kívánom, hogy a dollár és a bitcoin legyen veled is, mert tudod, a profit faktor benned is ott van, és ezt komolyan is gondolom, és kívánom neked a következő évre. Nagyon-nagyon-nagyon boldog, sikeres egészségben, emberi kapcsolatokban, szeretetben gazdag, boldog új évet kívánok neked, és, és azt hiszem, hogy elfogytak a szavaim, úgyhogy lezárom ezt a videót. Légy szíves a kommentjeiddel válaszold meg azokat a gondolatokat, amiket elé tártam. Ezt teljes szívemből, őszinte szívből tettem, nem próbáltam meg senkit kritizálni. Ha valakit megbántottam esetleg, akkor hát, ha valakit megbántottam ezzel, amit most itt elmondtam, akkor ott érdemes szerintem önvizsgálatot tartani, és elgondolkodni azon az igazi okon, igazi indokon, hogy az előbb említett tulajdonságokból melyik lehetett az, ami miatt ez bántólag hatott annak ellenére, hogy nekem nem ez volt a szándékom vele. Úgyhogy még egyszer boldog új évet kívánok mindenkinek, neked is. Igen, neked. <laughs> Igen, neked, aki még most is nézed ezt a videót, és ezekkel a szavakkal szeretnék tényleg átlépni a következő új esztendőbe. Sok sikert nektek, sziasztok!